Egy éve beszámoltunk arról, hogy 2020. januárjától emelkedett a gyermekgondozási segély összege, amelyet az édesanyák februárban kaptak meg először. Az emelkedés mértéke nem volt egyforma, így komoly változás történt, hiszen korábban egységes volt a segély összege. 2020 elejétől egyeseknél 50, míg másoknál 150 eurós volt az emelés. A gyest kapó édesanyák továbbra is vállalhattak munkát. Tavaly ilyenkor M. Kovács Melinda második könyvének bemutatóján a közönség megtöltötte a rendezvény helyszínéül szolgáló kávézót. Valójában két kötetről volt szó, amelyekről Bartalos Tóth Ivett kérdezte az írónőt. A korábban megjelent Két helyen túl című könyvről, valamint a folytatásként egy éve kiadott Vétkeinken túl címűről. A beszélgetésből ezekről, valamint a szerzőről és az írásról is képet kaptak a jelenlévők. Tavaly év elejétől nem mindennapi képzőművészeti alkotások díszítik a Vámbéry Ármin alapiskola előcsarnokát. Kis Márta pedagógus vezetésével 14 felső tagozatos tanuló a Csallóköz növényvilágát jelenítette meg a felületeken. Mintaként Mária Treben Istenpatikája című könyve szolgált. Többek között a cickafarkot, az ökörfarkkórót, a fűzfát, a nyárfát és az akácfát ábrázoló festmények készültek. Egy éve beszámoltunk arról, hogy Dunaszerdahelyen a Városi Művelődési Központ adott helyszínt a ringató foglalkozásoknak. A 2019. novemberében indult Babamama összejövetelek alkalmával a magyar néphagyományokhoz kötődő gyerekdalokat tanítottak a kicsiknek. A kezdeményezés célja az volt, hogy az eltűnőben lévő dalokat megtanítsák, illetve becsempészék a családok mindennapjaiba. A Városi Önkormányzat 2020. február 1-én 11. alkalommal rendezte meg Dunaszerdahely városbálját. A reprezentatív eseményen felléptek Kevicki Tünde és Klein Otokár operaénekesek, a Chillen Dance Tánc Stúdió és a Dunaszerdahely Táncklub táncosai, valamint Szekeres Adrien popénekesnő. A talpalávalót két zenekar, a Black and White és a Schachmatt Company húzta. Minden generáció jól szórakozott. Vannak itt barátaink, ismerőseink, nagyon vonzódunk ehhez a városhoz, és hát nagyon kellemes, magyar, lelkű emberekkel tudunk itt találkozni. A tomboladíjakból befolyó bevételt az önkormányzat a sikabonyi húsvétrebek a gyógyítatására fordította. Egy évvel ezelőtt a magyar könnyűzene egyik ikonja, Zorán Dunaszerdahelyen adott koncertet. Az örök ifjú énekes és hat zenésztársa egy turné részeként lépett fel a Városi Művelődési Központban. A 60 éves zenei múltra visszatekintő Zorántól a teltházni közönség azt kapta, amit már megszokhatott. Igényes zenét és komoly mondani valóval bíró dalszövegeket. Szóval szó, a nem nyúlnak vele a színfalak mögött.